Hello, bello, sziasztok, gyerekek, üdv a csatornán! Egy olyan résszel fogok érkezni, amiben megint kitalált Keeper egy olyan dolgot, ami eszméletlen jó lesz szerintem, mert az előző résznek a végén már beszéltünk erről, gyerekek, de akkor elő kellene venni a fánkat, a fánkot, és el kellene készítenünk egy olyan csodálatos balkon, amiről még álmodni sem mertetek velem együtt. Ezt fölveszük, ezt a bringet. Júj, nagyon rá vagyok pörögve megint az eseményekre. Nappal van, úgyis kint kell dolgoznunk, úgyhogy készüljetek a kalandokra. A Keeper újra belevág a lecsóba. Először is egy kis ásással indítunk, ami után építkezés fele fordítjuk az irányt. Mindenképpen először fából fogjuk elkészíteni a csodálatos balkonunkat, vagy nem tudom, minek nevezünk. Hát nem. Minek nevezünk, gyerek? Minek kellene nevezni ezt a csodát, amit kitaláltunk? Mi itt tennék ma? Talán balkon, ugye? Balkonúr, balkonír. Az, van egy ilyen balkonúr, nem? Egy űrközpont, az orosz űrközpont, ami olyan, mint a NASA-nak ugye volt az űrközpontja. Várj, néhány frame-et kellene csinálni. Frame-et mondjuk csináljunk egy 100 frame az mindenképp nem árt, mert a Keeper az nagyon belerált. Várjátok, ások, amíg lekész, lekraftolódik, mert... Mi volt ez az? Olyan volt, mintha medve járt volna. Először is ki kellene találni, hogy mekkora legyen ez az egész hobbelebanc. És... Utána nekiállok ezerrel craftolni. Na, most már szerintem van annyi élnem, hogy neki is tudnék állni. Először is megcsináljuk az alapját. Ugye, aki nem látta az előző részt, az lemaradt róla, hogy a Keeper megpróbál készíteni, és megint esik az eső, azt hittem, megpróbál készíteni egy csodálatos kis balkont, vagy mire balkonnak nevezik, amire ki lehet jönni? Teraszt. Egy teraszt. Amire ki tudunk jönni, ki tudunk ülni egyet, és ha jön egy zombi, akkor ki tudjuk nyírni, gyerekek. Egyébként azon gondolkodok, hogy milyen jellegű rácssal oldjam meg ezt. Valami nagyon sűrű nekem az a rács, amelyikből ezelőtt építkeztünk, hanem valami más. Na, szomjasak vagyunk, gyerekek. Na, mi történt? Esik az eső, meg szomjazunk. Gyorsan eszek, iszok, meg ilyesmit megcsinálom. Gyerekek, olyan kiterjedt komplexumot építettünk ide föl, hogy egy kicsit FPS dropunk van tőle. Esküszöm. Na, gyerekek, ígyunk, meg eszünk, azt akkor minden szuper lesz, tudunk ásni, craftolni, meg minden, gyorsan egy 3-4 darab italt beverünk. Úgy, akkor... Együnk is egyet, egy tojásos nokedlit bevárunk. Aztán már mehetünk is tovább. Építkezni. Na, először is ugye megcsináljuk az alapját ennek a kecónak tényleg. És kiszámoljuk, hogy kb. Hogy lenne jó. Egyébként lehet, hogy egy blokkal szélesebb lesz az egész, mint maga. Egyébként valami mocorgás hangot hallok, elképzelhető, hogy zombik vannak. Szerintem ennél nagyobb nagyon nem is kellene. Egy plusz sort még kiások, mert szélesebb legyen egy kicsit, legyen egy kis ilyen alapja. Ilyen, nem is tudom, minek nevezik ezt. Az nem tör szét. Na, most meg széttört erre, meg odaütöttem egyet, ahova nem akartam. Megcsináljuk ugye frame-ből. Azt ugye vissza tudjuk szedni. Hát mit mondjuk, gyerekek? Elég lenne ilyen ekkora távolságra? Szerintem elég lenne. És akkor ide tényleg raknék egy kis széket, meg ilyeneket. És akkor itt el tudnék héderezni. Nekem ez tök jó lenne. Olyan gondolkozok, hogy lehet, hogy eddig azért kihozzam. Lehet, hogy eddig azért kihozom, és akkor még ide fogunk egy plusz sort rakni. Itt ugye így lesz. Lehet, hogy megcsinálom magát a rácsos szerkezetet. Tehát egy ilyen nagyon érdekes rácsos szerkezetbe gondoltam,
hoztam, ami gyakorlatilag teljesen átlátható lenne. És ki tudnék ide jönni, zombit hentelni, full biztonságba is esetleg. Meg gyakorlatilag kifele is lenne egy plusz védelmi zóna, ami nagyon átláthatóvá teszi a dolgokat. Gyerekek, úgy látom, hogy a 100 fablokk az kevés lett, úgyhogy még csinálunk egy 100 darabot. Hogy hadd menjen. És akkor ki kellene találni, milyen legyen a fala annak az egésznek. Hú, de hülyeséget csináltam, gyerekek! Futás befele, még nem késő! Gyorsan, gyorsan! Elcseszte a keeper! Igen, nagyon elcsesztem. Be kellene durrantani be a kazánokba. Minden kazánba. Ugye... Mondjuk egy 50 percnyit. Hogy? 50 percnyi anyagot, ebbe is. Ebbe is. Mert kelleni fog az acél nekünk. Főleg most, hogy ide építünk egy ilyen fullos skecót. 50 perc? Oké, és az acél ég, igen, acél ég. Acél ég. Itt meg ide is kellene beraknom, ha már egyszer. Itt meg ugye még mindig a követ égetjük, mint az állat. Megcsináljuk majd ugye különböző dolgokat. Oké, 50. Ez mindenképpen működjenek, gyerekek, hát fölöslegesen ne álljon itt. És akkor jöhet a kitalálni, hogy milyen rács. Na! Milyen rácsba gondolkozhatnánk? Nem tudom, hogy mekkorán fér át a zombi például. Az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ne jöjjön át rajta a zombi. Szerintem, hogyha sima... Nem tudom, milyen rács lenne jó. Esküszöm, gyerekek, nem tudom, milyen rács lenne jó. Rácsok közül van külön... Aha, vannak itt. Milyen rács néz neki jól? Na. Itt van egy csomó fajta. Van ilyen. Még kettő. Ezekből föl lehet építeni egy egész... Ezek korlátok, ezek nem rácsok. Semmi más rács, nuku. Vannak ezek a... Ezek, ugye ebből építettem, de nekem az nem annyira tetszik. Na, azon filózok, hogyha sima oszlopokból csinálnám, ilyen nagyon vékony oszlopokból, az tök jó néz neki. Az pillár. Az lehet, hogy tök jól néz neki. Centered. Szélső. Nézzük már meg, ez milyen. Ez egy blokk. Ugye ezen a zombi az átjönne. Azt lenne jó tudni, érted? Ha ennek lenne köny... van ilyen könnyék. Aha. Milyen, hogy ilyen csicseregnek a madarak brutálisan. Ez jó lenne, 0.25-ös, 0.05-ös. Ez a 0.25-ös, ez mondjuk nem rossz. Hát ezt tesztelni kellene, hogy átjönne. Ide kell csalni egy zombit, ugye? Más jobbat nem találok ki. Ezen vajon átjön egy zombi? Várja, én át tudok menni, akkor átjön egy zombi is. Nem? Azért ezen átmegyek közte. Hát ez gondolom, ennyi az egész nagy logika, hogy én átmegyek, akkor a zombi is átjön, ugye? Akkor nézzük másikat. Igen, ez között nem megy át a zombi. Ugye? Valaki nagyon írt. Mindjárt megnézzük, hogy ez kb. Úgy hogy néz neki. Ja, itt se férünk át? Ó, itt pazaj, átférünk. Hallod? Hogy semmi, itt átfér.
Átfér a karakter ott. Ez kiebb kellene raknom esetleg. De ilyen baromi nagy kell nekem. Ezt ki kéne csapnom, és akkor rakni szögletes oda. Az átfér itt. Tehát, meg nem. Ne szórakozz el. Hogy átfért, ott meg nem. Hallod, ez most mi? Itt meg nem fér át. Meg átfér. Lol. Lol, gyerekek. Na mindegy, akkor ott azt max kiütjük. Pedig ugyanúgy raktam. Nem értem. Itt nem férünk át. Nem nagyon tetszik nekem az a rács, aztán amiatt gondoltam, hogy inkább egy másik megoldást választunk. Apa. Tök jó, hogy ezt föl lehet szedni, és ebben tényleg ki tudsz alakítani egy tök jót. Jó. Nem gondolkodok, hogy ennek nincs-e hajlított verziója pillanat? Nincs-e ilyen, amelyik így elfordul, vagy bármilyen, ami kötőnek jó lenne. Figyelj, van ilyen pillar null center plate. Van a tetején plate, azt írja, ugye? Azt nézzük. Ez a centered. Előző is centered volt, és... Érdekes, miért nem tudom rárakni, és miért úgy van rajt? Ja, bazd, várjál van. Ez a pillár, ez nem középen van szerintem a blokkok közepén, hanem a szélén van. És azért volt az, hogy ott átfértem. Álljál már meg. Látod? Pillár 0-25. És pillár... Hoppa, melyik volt az enyém? Ez. És ez a blokk közepén, de a blokk közepén van az. Mi volt ez? És egy... Ó! Jó. Nem már mindjárt jobb. Ugye? Bocsász, gyerekek! Azon gondolkozok, hogy lehet, hogy följebb rácsot rakjak. Egyébként maga a rács is lenne volna jó nekem, de valahogy... Nekem annyira nem tetszik az a sűrű rács. Valahogy nem tetszik nekem az a sűrű rács. Na erre kellene egy olyan... Hova akarom beütköztetni? Oda valahova? Akkor erre még mehetne még egy. Gyerekek, olyan struktúrákat csinálok, hallod? Nem csoda, hogyha akadni fog, mint az Isten nyila a játék, mi? Nekünk egy Voldort. Remélem, hogy a door mellett se lehet beférni, vagy kiférni, vagy akármicsoda. Okay. És akkor volt egy olyan, hogy a tetején... Tetején, centered... Ez volt az, ugye? Na, figyeld. Mindjárt kiderül. És a teteje az meg lenne rácsos, mondjuk. Hát ide nem akartam. Oké, okay, eddig jó, ugye? Hú, mi az idői bazza? Ilyen római, görög. Akármicsoda lett. Nagyon alasz egyébként. És a teteje az lenne... Ilyen lapok vannak. Basz, ez nagyon keményen néz ki abban. Ide. Berakok még egyet, ez jó van. A teteje lehetne rácsos. És akkor azt össze kell valahogy hozni majd mindjárt. Lehetne a teteje rácsos, mert igazából annyira nem szörnyű az a rács. Nézzük a rácsot. Úgy, gyerekek, el vagyok mi? El vagyok. Bocsánat érte. Vannak egyébként olyan tök jó dolgok is, hogy az őrület.
Door window combo. Door trim. Van ilyen izé, van ilyen ajtó, ajtófélfa. Tudsz ilyet is csinálni. És akkor ebbe be... Ja, de nem. Ez csak abban nem tudod berakni az ajtót, mert akkor ugye ott elfoglalja a helyet. Jó. Elnézést gondolkozik a keeper. Ilyenkor aztán szólni nem lehet hozzám szerintem. Na nézzük akkor a rácsokat. Hol voltak a rácsok? Volt azért nagyon jó kis frankó rácsok. Azért még polcokat is tudsz csinálni, beszarsz nagyon. Itt elfelejtem, hogy itt tényleg mindent lehet. Volt rács. Szemem kifolyik egyébként komolyan ezeket mindig nézegetni. Nem tudom, mi neve van. Itt vannak ilyen rácsok, de ez nem olyan rács. A szarba voltak a rácsok. Egy sincs, ugye? Így sincs, nem ilyen rácsra gondolok. Egy tvar. Diagonálos parakjuk? Ne diagonál, nem? Fordulcse? Így. Ilyesmire gondolt a képet. Csak ez lehet, hogy be fog szakadni. Egytől félek egy kicsit. Erősen gyanítom, hogy ez mennyit fog bírni. Statikailag. Egy. Nem egyszerű egymásnak pakolni. Menjek ideről. Mi az itt túl? Ez elég csúf, nem gyerekek? Vagy nem tudom, mit gondoltok? Nem csúfos? Jó, van, ez ennyit bírt. Jó, ez hülyeség volt, bocsánat. Nagyon gondolkodóban vagyok. Lehet, hogy túl nagy ez. Tehát túl nagy. Nézzük már meg, hogy néz egyáltalán ki. Gyerekek, tiszta izé. De felupgrade-elve nem bír többet? És figyelj, közepére tudok rakni oszlopot, ha úgy van. Kettőt. Nem tudom, hogy ez mennyire néz ki jól. Hú, de gondolkodóban vagyok, gyerekek, várjatok egy pillanatra, hadd gondolkodj. Úristen. Várjatok egy pillanat, jó? Egyelőre például, nekem itt nem nagyon tetszenek a dolgok. Ugye? Ezt szerintem beszéltük, hogy ez nekem nem tetszik. Úgyhogy mindjárt kopizunk egy blokkot. És oda... Azt ki akartam hozni idejére. Jaj, ne, beugrottam ide. Jó, kijött. Mi az, nem kopiztuk le? Hogy? És ezt fel is kéne upgrade-elni. Legalább fára. Így valahogy. És akkor még... Ezt ki kellene hoznom. Majd hozok cobblestone-t, meg hozok ide egy betont, akkor már... Betonig mindent fel kellene mindenképpen upgrade-elni amúgy is. Stone. Cobblestone. Beton legyen nálam. Legyen nálam kő, mert neki áll a cobblestone csinálni, mondjuk egy 1000 darab, vagy tudom, 1000 darabot 6 percig csinálja. Ne! Az el! 1000 darab cobblestone. Abból mindig kevés van. A cél nincs nálam, ugye? Nincs annyi van nálam, amivel nem tudok jó, mit kezdeni, oké. Okay. Jöhet még. Így. Azt ugyanúgy meg kell csinálni majd a másik oldalt is.
Azt akartam mondani, hogy pont innen fognak ásni, ahonnan nem látok oda mi. Figyeld meg. Tuti. Itt fognak majd buzulni. Itt is ugyanazt meg kell csinálnom. Hát egy kicsit összetett struktúrákat csinálok, sajnos gyerekek. Bocsánat, de a képer már csak ilyen hülye szokott lenni. Igen, ezt nem fogta semmi. Volt eszed megint, gyerek. Legalább megoldódott itt a probléma. Hogy ugye, hogy volt ez? Oda is be. Így valahogy. Ezt is felupgrade-elem, ha egyszer. Hát, összetett struktúra az van bőven, bazzeg ember. Ebbe a hülye keeper féle megalkotott dologba. Oké. Okay. Ezt kapizzuk. Mondom, kapizzuk. Forgatjuk. Fákja helyére lehet, hogy kockát kellene rakni, ugye? A fákja helyére majd kocka jön. Oké, okay, itt is, meg itt is. Akkor igazából meg vagyunk. Ide kellene még. Úgy, és a fákja helyére kockák. Jó? Kopi. Ide kocka. Ide kocka. Így. És akkor jöhet max felupgrade-elés, és akkor folytatni tudjuk. Jó. Akkor jöhet... Ez. Mondjuk ez nem nagyon tetszik ez a blokk, úgyhogy ezt lehet, hogy vissza kéne szednem, mert nekem annyira nem jön be. Nem tudom, mivel csináljam meg a tetejét. Milyen? Az a baj, nem sok opció van rács szempontból. Nem sok minden opció van, nem tudom, hogy miből kellene. Hú, ez része. Hallod, ez nem olyan csúnya. Csak ez centered. És nem is engedi máshogy fordítani. Á, de hülye. Ez mi? Autóforgatás. Gyerekek. Ez a jó, ez gondolom, ezek a lyukasok nem lehet átjönni. Viszont ez a lyukas, ez nem lenne rossz, figyelj. Remélem, hogy be lehet forgatni. Oda. Hoppa. Na, gyerekek. Ez viszont egyáltalán nem rossz. Mert szerintem nem lehet átmenni rajta, de mindjárt meg fogom próbálni. Mindjárt megpróbáljuk, hogy át tudok-e esni rajt. Ha nem tudok átesni rajt, akkor ez lesz, ez tetszik, ez a lyukas. De szerintem nem fog átesni rajt. Nem a szart nem, az átesel rajt. Áh, kurvadt a életbe. Pedig ez tetszett volna, ezen átesni. Nézzük, még valami van-e. A lyukokon átesik szerintem mindenképpen. Nincs valami másik ilyen opció. Maradt életbe. Ez mi? Három darab pillanat, de nem jó. Van izé? Ez. Quotation copy. Bazza, azt észre se vettem eddig. Hülye vagyok. Ilyenkor azért el lehet tökölni, úgyhogy tényleg bocs ezekért. Ez mi?
Ez csak egy sorok. Lefeszem. Van cső. Nem tudom, hogy melyik legyen. Vagy egyáltalán melyik lenne használható. Na már csinálom, akkor mindenképp valami frankót akarok itt, de szerintem nem jövök rá, hogy mi lenne tök jó használható ide. Fiorács. Mondjuk ezt ez a legegyszerűbb. Ez nem rossz. Csak ez mennyit tud át ívelődni. Gyerekek, ez szerintem ez át tud. Ugye? Eddig jó. Nézzük. Szerintem ez frankó lesz. Ez tetszik is egyébként, nem is csúnya. Jó, mert ez ide is jöhet. Ide is jöhet. Ez lehetett volna az egész ilyen, nem? Ez a rács az jobban tetszik, mint az a másik fajta, amit először csináltuk. Hát mindjárt megnézzük, ugye elvileg rózsaszín ne legyen. Várjátok, van egy ötletem. Ha ide rakom, de mit csinál? Ki fogja törni, mi? Bazzik, ki kéne nyírnom. Úgy van, levágtam a kezeit. Jó van. Mi van? Az igen. Ja, nem mertem tovább mondom, kirült valami oszlopot, aztán leszeborul az egész. Arra kíváncsi lettem volna, hogy nem-e tud átbújni, de hát jó van, valószínűleg nem. Megint jön valaki? Mi a szar? Jaj, ne! Orda! Dobott egy útot. Horda van. Ilyen kis mini horda, tudod? Kihörök még. Még van. Na, valami jó, scope! Nincsen scope. Nem baj. Kis izgalom is volt. Nem olyan túl nagy. Viszont kellene még csinálnom frame-et. Mert kevés lett. Még egy 50 darabot, mert amúgy is kelleni fog. De egyébként ez nekem tetszik, hogy csinálok egy ilyen külső részt. Hogy tényleg az van, hogy ki tudok jönni, aztán szívfájdalom nélkül tudom gyilkolni őket. És most nem szabad le, és komoly. Így jobb a statikája. Hogyha így innen onnan fogja. Reméljük, hogy nem fog leszakadni, ugye? Soha. Ahhoz, hogy itt rám dől a francba. Hoppá, de raktam föl egyet, azt majd levesszük. Ja, így be tudtuk rácsozni, de jó, tök jó. Jó, néz ki. És akkor még itt is gondoltam, hogy ugye ide még tudok rakni elvileg. Úgyhogy lefordítva. Látod? És akkor erre gondolt a keeper. Jó, oké, nem jó, azért az irány azért legyen jó. Így. Csak így lefordítva, és akkor tudok ide rakni. Vágott csótány? Ide is tudok rakni, ide is tudok rakni. Ide is tudok rakni. És igazából akkor... Ide meg már visszaforgatva is tudnék. Így is tudok. Hogy?
Úgy, úgy, úgy. Ahogy na, mekkora király. Mekkora király a gyerekek, nem? Mondjátok, hogy nem király. Tök jó, ki tudok jönni. Nekem ezt tetszik, és akkor én annyit csinálok még. Hát ez bocs, hogy én tényleg ilyen nyögvenyelős ez a gondolkodós a rész, de... Kipor ilyenkor be van teljesen havazva. Jó, van közben kléjjel is jön. Úgy né. És akkor... Annyi lesz, hogy kopizunk. Mondom, kopi, miért mindig azt nyomom meg a kopira? Mert béna vagyok. És akkor ide egy Voldort föl fogunk pattintani. Felhúzzuk 22 000-re. És már is. Már is kész az egész. Itt egy kicsit csúnya, ugye? Várjál, ha elvileg felerakok egy blokkot. Akkor ezt így felhúzza, nem? Ahogy ne. Na, már mindjárt jobban néz ki. Egy darab dolgot kellene craftolni. Ahogy ne. Ezt lerakjuk. És igazából kész is van ez a kecó. Mert ez elég hülyén néz ki itt, nem? De hát... Most ez van, nem tudok veled is csinálni. Az a lényeg, hogy szerintem sehol nem férnek be. Majd mindjárt kipróbáljuk, majd becsalunk egy izét, egy zombit. Úgyhogy, de ezt mindenképpen fel upgrade-eljük. Kell majd vas. Az összes vasot bepakoltam? Nem. Kell vas, meg kellene egy Voldor csinálni. Ahhoz meg... Mi kell? Voldorhoz kell spring. Steel, vagy a steel-t azt el is kezdjük nyomni, nem ebbe, hanem a másikba, abba tudjuk. 20-at már tudunk, a másikba majd jobban fog menni. Nyújni kell, mechanikus. Ez kell. Közbe kelleni fog. Vas? Vas kelleni fog. És akkor Voldort fogok csinálni, 12 darab kell. És akkor már nyomhatjuk is. Négy van. Ja nem. Nyomjad. Oké. Meg is vagyunk elvileg. Craft. Jó. 2 perc alatt lenn van. Utána addig felhúzzuk egy kicsit. Van kléjem, mindenem, jó. Vagy nézzük, cobblestone-om, mindenem. Oké, és kacok. Jó, alakul a molekula. Föltuningolunk mindent. Betonig az a minimum. Mivel most ez a legkülsőbb védelmi zónánk, ezt kell felhúznunk a célra majd legelőször. Mivel ez lett most hirtelen a külső védelmi zóna. Jó gyerekek, XP hegyek jönnek az építkezés miatt. Bejön a cucc. Komolyan nagyon bejön ez a bázis. Úristen. Gyerekek. Jó. Nehogy nálam legyen ide a cél. Megőrülöm. Már ezt is fel kellene. Most kellene... kell egy ajtó is. Ez a... Ez az Iron Door, kell 10 Iron, azt hiszem, hogy nincs egy darab se. Úgyhogy azt gyorsan kellene alakítanunk. Iron. 10 darab. Oké, ez megvan 51 másodperc múlva, ez meg közben megvan.
itt meg a Voldor, az kell 8 másodperc. Na ugye abból azzal is fel kell upgrade-elni majd egyszer. Fú! Imádom a kraftolós építkezés részeket egyébként, nem tudom, ti lehet, hogy annyira nem, de én nagyon szeretem. Na, Voldor megvan, a másik ajtónak az acél vagy a vasa kellene. Nem ebbe, hanem ebbe. Ebbe meg nem is sül már semmi. De, sül be a vas. Jó. Ebbe kell, még egy darab 23 másodperc, gyerekek, bocsánat. Ezt lehet, hogy megvárom ezt a 23 másodpercet, mert miért nem. Jó sötét az a kecó egyébként, ugye? Na. Még 9. 8. 7. Oké, okay, akkor mehet is. Csinálunk egy Iron Door-t, ezt bekraftolunk. Hallod, a védelemre nem nagyon álltam valami. Hely, acél nincs nálam? Nehogy legyen. 14 acél van nálam, ki kell raknom, bazeg. Azból csak a baj van, gyerekek. Viszont acélt kellene kraftolni. Viszont ahhoz, ugye az kellene, hogy át kell raknom az öntőt. Át kell raknom az öntőt ide. Fölsőbe. De akkor már átrakjuk mind a kettőt, és akkor már is tudjuk csinálni 130 akárhány acélunkat. Na, annyira jó ez, ugye? Viszont ezt a pár acélt kirakom, nehogy itt bele nyúljunk, rondítsunk. Viszont megvan az ajtó, meg megvan a Voldor. Megyedek. Mi van? Nem csináltam meg még az ajtót? Komolyan. Iron Door-t miért nem csináltam meg? Hm? Hova tűnt a vasom? Nem csináltam meg? Miért nem csináltam meg? Ha, hogy miért szart csináltam? Ez megvan, egy Iron Door-t kellene volna csinálnom. Na, hol van? Hol a vasom akkor? Mi van? Na most szórakozik? Hova tűnt a vasam? Vagy mit csinál? Itt van, ja most készült el csak. Ja, kraftolódott, bazze! Túl gyorsak vagyok, more. Hogy? És akkor most... Jaj, de vas kell még hozzá. Sima vas, a rohadt életbe. Ó, stoj! Kell nekünk sima vas is, Nick. Nem tudom mennyi, csináljunk egy 20 darabot. Három másodperc, acélt kirakjuk. Az acélt nem merem magamnál hagyni, mert csak baj van vele. Jó, addig felupgrade-elek, megcsinálja ezt a 20 darabot 1 perc alatt. Gyerekek, már olyan hosszú ez a kiárat, már ugye melyik még ez is most hozzáadódott. Ezt között figyelj, nem férek ki, akkor gondolom az se fér ki. Valaki jön. Valaki jön. Na, megrészt a tesztünk. Figyelj, csávó. Hoppa. Viszont ez jó, mert ugye azt hiszem, hogy át tudok ütni idejével. Nick. Ugye ez jó, mert a másik rácson nem tudtam átütni. Király. Nagyon király. Hallod, ez nagyon beteg. Ó, ez lesz, ez megint. Itt ezt a célra fel kell húznom. Az nagyon, nagyon arra kell rámennem. És az egészet a célra. Jó. Viszont... Szerintem lekraftolódtak a dolgok. Bocs, de nagyon-nagyon sok a munka. 20 vas, és akkor mehet a maradékért az acél megint, 129. Remélem 20 vas elég, nem kétszer upgrade elég? Mindjárt kiderül. Várjás, annyi, mindjárt. Igen, Voldor, és most jöhet az acélra. És akkor 22.000-es ajtó megvan ott is. Azért állat módjára nyomjuk, nem? Jöhet az acél, 22.000-es ajtó lesz. Az pont kétszer upgrade elég elvileg.
És nincs tovább. 22 ezeres. Dick. Jó. Egész cukkereg vagyok, gyerekek. Beton rács, egyelőre. Az is ugye acélra, de egyelőre szerintem az oszlopokat fogjuk acélra. És az oszlopok alsó részét legelső körbe. Mindjárt. Na jó, csináltam 5000 betont. Egy kezdésnek. Figyeljetek, kezdésnek megcsináljuk betonból az egészet. Mert szerintem zombi hordáig azért kibírja a beton. Nem lesz ez olyan rossz. Mindjárt megnézzük kívülről, hogy mit művelhetünk. Cukker, nem? Azt mondom azért, és 45 a szint, egy Jézus. Figyeljetek, az utóbbi pár részben folyamatosan lépem a szinteket, emiatt a sok építkezés miatt. Egyébként az a baj ebben a játékban, nem tudod megcsinálni azt. És nem baj, mert én szeretek építkezni, hogy ilyen full nomád legyél. Mert mindenképpen... Ugye építkeznem kell, mert egyre erősebbek a zombik, egyre erősebbek a hordák. Tehát nem tudod nomád körülmények között túlélni. Ugye hordára nem tudsz elbújni. Tudod, mennyi XP? 24 ezer. Most léptünk szintet, és már megint mindjárt ide. Szintlépés. Na gyerekek, ez is megvan. A padlót le, felupgrade-eljük. Már nézzük meg mennyi gabbasztónom van, mert szerintem az felejtős lesz. Ugye, ahogy tudtuk. Fáradok kemolyan. Annyit annyira nem, de hát ide kell még egy 300 darab biztos. A gyerekek azért kell alapanyag, mi? És ha nem húzom fel az olyan perkeket, amelyik gyors alapanyaggyűjtés, megrálású, kevés stamina fogyás, akkor nem tudod az alapanyagot felőteremteni. Úgyhogy az nagyon kell. Ugye megnézzük kívülről, mi a szitu. Egy a Bibi ezzel, hogy a rendőr zombi, meg egy-két zombi ugye be tud lőni, meg a robbanások el tudnak érni. Így azzal vigyáznom kell. Mindjárt fél szint XP. Kajak. Mindjárt végzünk. Mit vettem föl? Jaj, egy blokkot. Mondom, mi a szar vettem föl? Jó, mi fogyott el? A betonom elfogyott. Addig felupgrade-elem ezzel.
Ó, kablosztom is elfogyott. Gondoltam egyébként. Még egy 200 darabot csinálunk ebből, meg akkor elmegyünk betonér, addig megcsinálja. Hát igen, ez nem kis pálya. Na, készül az acél ezzel. Megint olyan szinten csináljuk majd az acélt, mint a betont, ugye az lesz a lényeg. Beton, és az alávertünk annak a sok betonnak. Komolyan, halljátok, alávertünk annak a rengeteg betonnak, ami volt. Bazd, mennyi volt? 5000 darab, vagy mennyi, még talán több? Ez minden csak hisztok köcsém. Na, az kemény. Alávertünk 5000 betonnak, gyerekek. Hát érdemes volt folyamatosan mindenki gyártani. Egy kemence napokig, gyerekek, a betonnal ment. Durva. Jó, most látszok, nem olyan rossz ez. Ezt itt innen felvesszük. Terjeszkedünk, gyerekek. Még a végén bevegyünk abba arra a helyre. Jó, oké. Megnézem távolabbra, kíváncsi vagyok. Hogyha jövök így, akkor ez hogy néz ki? Hát, ez marha jó. És fölülről? Ott is nagyon teljesen védett. Itt ez tökéletes, gyerekek. Mondhatni tökéletes. Figyeljetek, hogyha ez vasból meg lesz az egész ketrec, akkor el lehet evickelni benne. Na ide lerakjuk azt az egy darab frame-et. Hova rakjuk a frame-et? Meg felupgrade-eljük, aztán igazából ez szerintem így jónak mondható. Tök jó, nekem tetszik. Egyébként tök bejön. Majd ki kell fákjázni körbe, és akkor a lényeg, hogy acéllal majd a legalsó betonsort és a legkülsőket fogjuk, ugye nem a padlóval kezdünk meg ilyenekkel. Nézzük, mennyi a célunk van? Azért most már... Ja, nincs itt. Oké, 86 darab, az azt jelenti, hogy tudunk megcsinálni 8 darabot. Tehát azt úgy gondoltam, hogy így, és akkor így folytatjuk majd körbe, és akkor következő sor teteje, meg ezt a külsőre gondoltam, erre a külső szegélyre legelőször, utána egyre beljebb, ott már nem is, és akkor utána a rácsokra. A rácsokat is ugye valószínűleg fogják ütni, mert hogyha innen jönnek zombi horda, ide esnek rá, akkor itt fognak próbálni lásni, úgyhogy mindenképp ezeket is végig kell. Hát egyébként böszme jó, most nem azért. Ahhoz képest szerintem, hogy a 24. nap... Én tök büszke vagyok magunkra. Ahhoz képest, hogy a 20... Figyeljetek, hogyha itt betörnek akárhol, bemegyek ide 30 ezeres védelem, minden... Utána megint itt 30 ezeres védelem lesz. Hát ez egy olyan epikus... Én nem szépen, egyáltalán nem fosok most már a zombi hordától. Hogy ez is megépült. Sőt, még lehetne még egy külső kört kívülre. Csak az a baj, ott már egy kicsit bonyolódik a helyzet, mert hogyha például, mit tudom én, ott törnek be, én éppen itt vagyok, akkor megölnek, és nem tudok bejutni. Úgy lenne jó, hogyha mindenhol ajtó, csak ez melyiket nagyon nyitva, melyiket zárad be, ezeket mind át kell gondolni. Ugye, hogyha nem trükközöl a játékba, így mit tudom én, repülőház, meg ilyesmi, akkor az nagyon át kell gondolnod, hogy mégis hogy csináld meg a védelmedet. De viszont mindenképpen most már izére kell menni. Acélt kell, rengeteg acél kell. Ugye tényleg rengeteg kell. Hát itt folyamatosan olvasztódik. Clay kell, és egy idő után itt már ugye valószínűleg cementet megint tudok 1300 darabot. Ezek, hogyha lefőnek, úgymond, akkor rá kell, ide is be kell rakni Iron-t és Clay-t. Úgyhogy Iron Clay gyűjtés lesz. 3, meg valószínűleg 4 kemencébe megállás nélkül fog menni, és fogjuk önteni az acélt, hogy a külső védelmi rendszerek legyenek. Meg 24. nap, 28. nap jönnek. Figyeljetek, semmi gond nincsen. Eszméletlen jól állunk. Meg még ennél csak jobban fogunk.
Ez a vasketrec, ez mindent ki fog bírni, meg még egy kicsit többet is. Jó. Nem férünk ki sehol. Hát ez több mint fasz a gyerekek, és akkor most már a motorra tényleg gangsternek közelebb, hogy megmerek állni odakint, mert odáig bejutok, bemegyek aztán. Ez, hallod? Ez nem is tudom, ez annyira tök jó. Annyira imádom ezt az egészet. Itt is ugye följebb kell majd hozni ezt a platót egy kicsit. Meg esetleg kijebb, ide kihozzuk. Ezzel egy vonalba legyen. Aztán bazen, hát ez... Most nem azért, hogy én csináltam, meg... Tényleg mindenféle trükk csalás nélkül, de tök frankó. Egyszer haltunk meg Dakar, nagyon sajnálom, hogy egyszer meghaltunk a játék legelején. A második részben, ugye? Milyen jó is lenne, hogy... Még mindig egy nulla halállal lenne. Na mindegy, gyerekek, hát... Lassan ég a... Mind a négy izét be fogom izzítani, kazánt... Vas, clay és izé fog égni benne. Ez itt miért nem ég? Mi nem ég? Ja, mert... idejönben mondjuk ebbe clay kell ezelve. Ja, itt meg ugye még egy kis betonunk ég. Viszont... Nem azt akartam megnyitni. Viszont... Itt 64 milyen... Cement. Ja, azért van egy kis betonunk, még nem... Nem nagyon kell, mondta Otti. Az utolsó dolog, amihez kelleni fog, majd ott fönt. Tehát nem nagyon kell beton, úgyhogy az egy kicsit le fog állni most. Inkább át fogunk állni vasra. Fölösleges, nincs szükségünk a betonra. Én úgy gondolom, egyelőre. Úgyhogy az acélgyártás, az menjen. Ez fog menni. Tök jó. Tetszik. Hát gyerekek, ez epikus. Epikus, komolyan, nekem annyira bejön. Most úgy jönnék egy zombit, ugye olyan rég öltem egy zombit. Zombi medvét oda kéne csarni. Kicsit bemegyünk a kalandba. Gyerek, kire költöztem a szomszédjába ennek a roncsnak, vagy ennek a... Egy ilyet kiépítettem itt, a hülyéje. De lehet, hogy loot is van. Egy üres üveg. De jó. Van ott két autó, ezt meg kipiszkálom. Aztán szerintem elég rossz ez a rész már megint. Nem tudom, hogy mióta megy. Megjobb benne mondjuk a számolnom, vagy valamit csinálni, vagy nézni, hogy milyen mennyit mennek ezek a... Meddig tart egy videó, mert nem indítok órát meg semmit, de lehet, hogy jobb lenne. Gyújtok egy... acél alsó. Hát ez megy a scrapbe. Ez is megy a scrapbe. Ugye túlparc jön belőle, ami tök jó. Valamit meg kell néznem a túlparc... Gyerekek, tudnék virágokat ültetni oda ki, mert van izé... Növényeken. Tudnék növényeket oda ültetni, mert van ott fény. Ho-ho-ho! Hát már is megoldódik a dolog. Növényeket kell ültetni oda. Sőt, kell csinálni egy üvegházat. Na megint kezdődik üvegház. Kipa, te milyen vagy? Jön a Big Mama gyerekek. Gyere, 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 na. Meghalta. Keeper kivégző osztagába belekeveredté. Jó, autó alkatrészet is szedtünk. Egyébként van kajám most, egész jól haladok. Kaja ügyileg is most már, hogy késsel szedem végre ugye az alapanyagokat belőle, nem izével. Nem baltával. Ezt is titanítottátok egyébként, mert... Nélkületek nem sokra mennék, szerintem. Jó, ezek a betonkockák, ezek mit adnak? Sima kő. Ez régen egyébként azt hiszem szementet adott. Jó,
Jó, hát menjünk haza, gyerekek, ennyi volt. A móka mára. Záró, Miki móka tára. Ó, fészkek. Na, vigyük. Egyébként csináltam, hogy 150 darab ilyen acélnyilvesszőt, azzal vagyok már nem tudom mióta, és még mindig van belőle 82, mert ugye mindig visszaszedem, majdnem mindig, amikor nagyon lusta vagyok nem, elmenni érte, akkor nem szedem vissza. És ez is tök jó dolog, hogy vissza lehet szedni. Úgyhogy mitől csinálsz egy pár száz darabot, aztán el vagy vele. Hetekig. Jó. Kajak minden srácok, komolyan mondom. Hopps, és sikerült eltörnem 8 percre a lábamat. Hát de... Igen, nem baj. Lehet meg se gyógyítom azt a 8 percet. Addig majd mit tudom én, úgyis kraftolgatunk itt most. Igen, beüzítjük mind a 4 kalánt, az lesz a dolog. Ezt persze teszem ezt az ajtót, mert ide igazából nem fog bejönni most semmi. Acél kell rengeteg, mindjárt megnézzük. Most nem futok egy picit. Igen, acél kell rengeteg, gyerekek. De egyébként, aj, imádom ezt az egészet. Imádom. Na nézzük az acél. Ó, 60 darab, gyerekek. Azért régám. Meg ugye most már megint tudnék csinálni. Isten tudja mennyit, amíg visszajöttem 27-et. 10-del upgrade-eled. Annyira nem beszélyesen sok. Jó, most azért kell pár száz darab, meg pár ezer darab, ha az egészet fel akarod, de igen, padlót nem érdemes, mit tudom én. Azért itt azért jobban meg kell gondolnod, hogy mit upgrade-elsz. Igen. Ja. Elég hamar fel lehet húzni ezt az egészet. Mit tudom én, 100 blokkból, tehát egy 1000 acélból lesz az egész full acél, lesz kivéve padló itt belül, mert aznak semmi értelme, úgyse. Tök jó, gyerekek, nagyon tetszik. Jó, én szerintem itt el is búcsúzom, érdemes volt ezt megcsinálni, imádom, és remélem nem spoilereztem le az index képpel, de egyébként nagyon nehéz megállni, hogy ne spoilerezz le. Megrakjunk egy fákját legalább ma. Ja, mert leszettem a fákjákat. Mondom, miért van ilyen rovat sötétet kép? Mert leszettem ilyen képer a fákjáit innen. És ide nem enged rakni, látod? Mert ugye az itt, ide számít, hogy itt van. Oda se enged. Ja, úgyhogy ennek kijelni kell, hogy nem fog engedni pár helyre. Ide rakok, ide rakok. Nem csúnya, úgy utálom, hogy nem normálisan kezeli ezeket a fákjákat itt. Ja, hát akkor kívülre rakok. Talán értelmesen fog kinézni? Hát nagyon nem. Igen, ezek a fákják, ezek szarul néznek ki. És az a durva, hogy így lerakod, akkor is így ilyen tartója van. Szóval elég szánalmas. De hát jó, mindegy, ide rakom, mert kell. Akkor kívül legyen inkább, hogy lássunk valamit, oda meg kell végre oda nézni. Kifele lássunk. Ó, de borzalmasan jó. Jaj, imádok. Ez a Pantheon, vagy minek nevezik ezt a dolgot. Oda né. Ki a szöcsém. Tök nagy hely van, így belátod. Meg hogyha onnan jönnek, akkor ott is belátod. Ugye maximum, akkor arra lövöldözöl. Tudsz lőni. Ez megint egy akkora epic ötlet volt, apám, hogy ezt megcsináltuk. Pedig az előző részben jutott eszembe. Ez megint egy akkora epic ötlet volt. Meg ez is, hogy ugye 30 ezeres blokkot hogy tudsz csinálni egy helyre. Tök jó. Király. Nagyon jó, imádom. Jó, srácok viszont. Lehet, hogy bucsi lesz, csak az a baj, már nem bírja ki a keeper, hogy ne. Itt is van már 4000 vas már. Itt is van, itt nincs bent. Ja, itt ki is kapcsolódott. Jó, nem is baj. Folytatjuk majd következő részbe. De ki is kapcsolom aztán. Kiveszem a tüzelőanyagokat. Jó, ebből nem is nagyon kell. Megfájult a lába a csávónak. Jó, azért lesz számít még beton csak. Ki is pakolok. Nem baj, bocs, gyerekek, kipakolok gyorsan, mert tele van szarral minden.
ezt. Scrap. Ez. Ide. Csinálunk majd mindenképpen ilyen... Minek nevezik? Én ezt meg akartam nézni, hogy ennek a receptjei között nincs-e. Mik vannak? Igen. Bazdmeg, Steel Axe. Ez az. Ezt nevezik Steel-ének? Ó, de hülye vagyok, én nem tudtam, hogy ez a Steel volt a... Akkor ilyen, én azt hittem, hogy egy fegyver. Azzal nem is néztem, hogy ez az acélbalta, de hülye vagyok. És leszkreppeltem, Dick. De hülye vagy, nem itt van. És mennyi az, hogy block damage 93. Ennek meg 70 valamennyi. Ó, és ebből tudok csinálni, akkor more. Jaj, akkor ezt leszkreppelem, azt csinálok belőle majd egy másikat. Ó, és 5-ös szintűt tudok. Én meg azt hittem, hogy ez a fegyver. Hülye gyerek voltál, Keeper már megint. Mindegy, kipakolok mindent, aztán majd átrendezem a dolgokat. Már mondjuk mindent, nem? De hülye ez a gyerek. Ha mit foghattátok a fejeteket eddig, hogy... Aaaaaj, te Sanyi! Hát az öcsém, ilyen hülyét nem lehetett. A föld még, nem hordott a föld a hátán, nem? Ha miért nem szóltatok? Szóltatok, hát csak hülye Keeper nem figyel semmire. Tudom, ám... Mechanikus, all cartridge. Elektronyos, elektronyos, all... 6-os aksi, apám, ez nagyon megy tőle a verbe. De miért jó az, hogyha 6-os egy aksi? Miben lesz nekem az, az frankó? Nem jönnék rá. Egyéb craft. Víz. Kipakolok, aztán akkor nem kell a következő részbe, jó? De jó, hogy rájöttünk, erre is rájöttünk. Fegyver alkatrész. Mondani 27, ó, meg tudok csinálni majd egy izét. Egy steel. Azt nem tudtam, hogy ez szar. Így hülyét. De azt mindenképpen fogom csinálni. De hülye a Keeper. Hát miért úgy néz ki bazza, mint egy, mit tudom én, egy pallos, nem? Vagy mi a franc? Hát azt éreztet meg egyébként, mert úgy nézett ki, mint egy ilyen pallos dolog. Mondom, akkor biztos az nem izé. Ó, te fiú. Jó, meg a fát kirakjuk, aztán már rendben is vagyunk. Látod, tesó, a homok az nem tudom miért itt van. Amikor a stone-ba kéne lenni. Ja, akkor csinálunk egy időt. Bassza, itt van. Csak ugye ebből kell majd... Megvan minden alkatrész hozzá. Tök jó. És akkor megvan 5-ös. Gyakorlatilag mindenből 5-ös. Ebből van 6-osunk. Tök jó. Jó van, skacok. Elbúcsúzik a Keeper. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Közben nem léptünk egy szintet. Már megint. Megint van egy skillpontunk. Bassz, megőrülsz. Hadd. Nézzük már meg, mit tudunk esetleg elosztani, és mindig megy az idő ilyenek, kemény bocsánatot kérek. Az a gond, hogy az erő az, ami nekem ki van izéve nagyon, ugye, az attribútorja, és azt tudom nagyon maxra vinni. De nézzük, ez mit ad? Ha, és ingyen nem érdekel. Túlélőszki izéig. Több izét. Több húst gyűjtök ezzel. Mit ad? Mit gyűjtök többet? Abból. Ez ilyen természetes gyógyulás. Megmondom őszintén, nekem ez például tök tetszik, már aztán azt sem tudja.
Rakjunk erre, azt akkor mondtam. Akkor az is jó lenne. Itt ezeket a perkeket kihúzgattam. Ez mi ez? Tudok shotgun craftolni. Több 10%-a többet sellek, 10%-a gyorsabban lövök, 10%-a gyorsabban élnek. Töltök. És mi is tanulom az enemit 6 szekundumra. Igen, jó, hát ez lehet, hogy rámegyek. Nagyon shotgunos vagyok. Aztán lehet, hogy erre rámegyünk. Jó, oké. Megint elköltöttünk egy skill pontot, nem baj. 45-ös szinten vagyunk, viszont rengeteget fejlődtünk, rengeteg dologra rájöttünk, például a... Jaj, nincsen itt zombi. Nincsen egy zombi. Csajunk már egy zombit, annyira kíváncsi vagyok a bázisom, hogy működik. Sehol senki? Azért fosik a keeper, mi? Jó, van sehol senki, nem baj. Innen azért jó kilátni, innen ilyen üregből nézegettünk kifele. Ezt most meg már van egy ilyen izénk. Ilyen. Ezt lőjük szét azt a slow táblát. Jó, tök jó. Király. Jó, és kacok. Nem búcsúzom szerintem. Tényleg köszönöm szépen, bezárkózunk teljesen, figyelj. Azért ne arra ugye, hogyha ide bejönnek, meg ha ezek meg lesznek csinálva. Meg ez. Meg ráadásul itt majd három boldor. Ugye? Akkor fel a lépcsőn. Itt egy bűnös boldor lesz. Legalább. Hoppá, kivett a keeper a egy darab boldor. Ugye? Meg még ráadásul, akkor itt van ezek fönn. És ugye le fogok látni minden irányba. Hát nehogy már bazz, akármelyik zombi horda ezt így kicsináljon engem. Többször nem engedem nekik. Nem? És ne haragudj, figyelj. Ez mind 22 000-es ajtók lesznek, meg 30 000-es falak. Plusz még ezen. Rész. Hát én nagyon bízok ebben, hogy ez működni fog. Na jó, srácok, köszönöm szépen tényleg a figyelmet. Sok a duma, meg minden, kevés dolgok történt, de azért építettünk egy ilyet, meg rájöttünk néhány dologra. Jó, ennyi lett volna, jó éjszakát kívánok, mindenkinek csáss, fumi csőtésztát!